tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. Vince Miklós, vagyis, hogy mondjam, nem is ezt akartam mondani, hanem igazából azt akartam mondani, hogy Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és nem egyedül leszek ma itt, hanem a Skype vonalban itt van állandónak tekinthető vendégünk, illetve műsorvezető társam, aki Brunóból jelentkezik be, Werner Norbi. Valóban itt vagy, Norbi? Igen, itt vagyok. Jaj, de jó, sziasztok. Nagyon jó, várjál. Adok rád egy kis kakaót, hogy még jobban halljanak téged a hallgatók. Na, és hát fantasztikus, hogy végre itt vagy, mert igazából én már beharangoztalak két héttel ezelőtt direkt azért, hogy semmiképp se legyen menekülő út, és akkor most ez össze is jött. És már jó régen volt olyan, hogy beszélgettünk a Tilos Rádióban, vagy akár azon kívül. Úgyhogy nagyon sok minden van egyébként az űrtörténelemben, vagy hát az űrkutatás közelmúltbeli eseményeit tekintve, amit át lehetne beszélni. Na de, ugye nyilván a mai adásnak, egyébként a két héttel ezelőtti adáshoz kapcsolódóan talán nem lehetne jobb témája, mint az, hogy a két héttel ezelőtt beharangozott kisbolygó eltérítő kísérlet, a DART, az hogyan alakult, illetve te arról mindenféle plusz információt is tudsz teljesen más szemszögből. Tehát két héttel ezelőtt én elmeséltem egy személyes adásban azt, hogy mik a tervek, meg hogy mi az űrszondának a története, hogy hogyan tervezték, hogyan alakult, meg minden. Tehát akkor még ugye magának a kísérletnek még nem jött el az ideje, tehát az ugye később történt, egy héttel később, ugye, tehát pont múlt hét hétfőn volt, magyar idő szerint már kedden éjfél után történt meg a nagy pillanat, amit egyébként magyar nyelven is élőben közvetített a Space Junkie csapata, ahol ott volt szakértő vendégként az éjfél utáni élő közvetítésben Rezsa Bek Nándi, aki nagy meteoritikai ügyekben nagy szakértő, és ilyen kisebb égitesteket a naprendszerben nagyon vág, úgyhogy tök jól kiegészítette a Space Junkies csapatot, úgyhogy nagyon jó közvetítést csináltak, és hát lélegzetelállító volt az egész. De egy csomó minden ugye csak utána derült ki. Tehát ez ugye az a fajta kísérlet volt, ami olyasmi volt. Hoppá, úgy látszik, elvesztettük Norbit, úgy hangzik. Na, a lényeg az, hogy ez egy olyan kísérlet volt, amiből persze élőben lehetett nézni, hogy a szonda neki repül az égitestnek, de ugye az, hogy mi minden történt utána, hogy hogyan módosult ennek a bizonyos aszteroida körül keringő még kisebb aszteroidának a pályája, ugye aminek a megfigyelés a kísérlet célja volt, az ugye csak mostanság derül ki, kiderült, hogy ezt sok minden megfigyelte az űrből, még a James Webb űrtávcső is megfigyelte egyébként, meg persze ott volt a kis olasz CubeSat, ami elrepült utána, a Licia Cube, ugye most már arról is megvannak a képek, szóval nagyon érdekes dolgok vannak, és itt van Norbi, és át is adom neked a szót, ha még itt vagy, mert előbb ilyen furcsa hangok voltak, itt vagy még, vagy most valami bajunk van nekünk? Aha, igen, ez a hang, amit hallottatok, kedves hallgatók, ez valószínűleg arra utalt, hogy elvesztettük a Skype-on Norbit, de már is újra hívjuk. Tessék, itt van, ugye itt vagy megint, Norbi, igaz? Igen, itt vagyok. Jó. Na, és most még jobban hallatszol. Na, pont a végére értem a felvezető szövegemnek, ami, hogyha lemaradtál volna, akkor csak annyit meséltem el, hogy nagy vonalakban megtörtént az a kis üstökösnek neki koccantás egy héttel ezelőtt, és a DART űrszondával, és hát akkor Norbi, légy szíves, meséld el, amit gondolsz erről, különös tekintettel arra, amiről a hallgatók még biztosan nem hallottak semmit, tőlünk legalábbis, hogy mi történt konkrétan, mert előzetes dolgokat meséltem két héttel ezelőtt, de ugye egy héttel ezelőtt történt az akció, és hogy mi mindent lehet tudni azóta. Igen, itt lehet, hogy kezdeném azzal, hogy ennek az egész projektnek van egy cseh
szála is. A Dimorphos és a Didymos aszteroidát még 1996-ban fedezték fel Kitt Peakről amerikai csillagászok, viszont a holdját, a Didi holdacskát, a Didi Moont vagy a Dimorphost 2003-ban egy cseh amerikai csapat fedezte fel Petr Pravec vezetése alatt. Petr Pravec az Ondřejovi cseh csillagászati intézet kutatója. Itt Csehországban ugyanis van egy ilyen, nagyon hosszú ideje folyik egy ilyen projekt, amikor kisbolygók fénygörbéit figyelik meg, és így holdakat keresnek és találnak kisbolygók körül. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ilyen aszteroidának, kisbolygónak, főleg olyan aszteroidának, amely közel repül a Földhöz, van kis holdja, van még holdja, hogy ezek ilyen dupla aszteroidák, vagy olyanok, hogy egy nagyobb és kisebb hold kering körülötte. És ezt konkrétan ez a cseh csillagász alatt működő csoport fedezte föl még 2003-ban. És nagyon sok kutatás folyt itt is afelé, hogy pont abban a pillanatban, amikor megérkezik a DART, hogy tudjuk, hogy az a hold pontosan hol fog elhelyezkedni, pontosan hol lesz. És hogy pontosan meg legyen mérve ennek a holdnak a periódusa, keringési periódusa. És mindenféle, mivel hogy ezek nem kör alakú holdak, megállapítani azt, hogy ténylegesen mennyivel változott a periódusa a odacsapódás után, azt is, azon is itten a csehek is nagyon fognak dolgozni, hogy ezt megállapítsák. Azt állítja Petr Pravec, hogy október végére meg lesz az első eredmény, és így márciusig fogják folytatni a megfigyeléseket, hogy még pontosabb eredményt kapjanak. Megtörtént a becsapódás hétfőn, és az első nagy meglepetés legalábbis számomra az volt, hogy mekkora nagy porfelhő keletkezett a odacsapódás után. Vannak felvételek, és a hallgatók ezeket meg tudják az interneten is találni, vannak felvételek dél-afrikai obszervatóriumból 50 cm-es távcsőről, 50 cm azért relatíve kis távcsőnek számít manapság, és ezeken a felvételeken gyönyörűen látni, hogy a becsapódás után maga az objektum, az aszteroida felfényesedik, és leválik tőle egy ilyen jó nagy, jó látható porfelhő. Ezt a becsapódást figyelte a James Webb űrtávcső is, ami különben nem volt könnyű, mert a James Webb-et nem arra építették, hogy relatíve gyorsan mozgó naprendszerbeli aszteroidákat figyeljen meg, hanem arra építették, hogy távoli galaxisokat nézen. Viszont a James Webb-el is sikerült ezt megfigyelni, a Hubble űrtávcső is nézte a becsapódást, viszont pont akkor, amikor a becsapódás történt, a Hubble-nek a kilátást takarta a Föld, úgyhogy a Hubble-ből van egy felvétel becsapódás előtt és után, ott is látni az aszteroida felfényesedését, és hát tulajdonképpen minden távcső, nagyon sok távcső aznap ezt nézte. Ami még érdekes, és gondolom erről is beszéltél múlt héten, magáról a DART-ról a becsapódás előtt levált egy CubeSat, amit Ligia Cube-nak hívnak, és ez egy olasz kis műhold, amely nézte a becsapódást, és nézte, hogy mi történik utána. És erről is megérkeztek az első felvételek, és gyönyörűen látható a por, amelyet a
becsapódás eredményezett, és ami számomra nagyon érdekes, hogy minthogyha ilyen jetteket látnánk, ilyen szálakba jön föl a por, úgyhogy nem valahogy szimmetrikusan minden irányban egyformán, hanem egyes irányokban jobban látni, hogy a por kispriccel ebből a objektumból, a dimorfoszból. Ami ennek a kísérletnek a fő célja, az meglátni, hogy valójában ez a becsapódás mennyivel változtatja meg ennek a kis holdnak a pályáját, és hány perccel lesz rövidebb a periódus, amivel ez kering a fő aszteroida körül. És a becslések valami 70 másodperc és több 10 perc között vannak. Így a legvalószínűbb érték 10 perc körül van, hogy kb. 1%-kal fog megváltozni a periódusa a holdnak. Most az, hogy olyan rengeteg sok por jött ki, ez lehetséges, hogy azt jelenti, hogy ez 10 percnél több is lesz. De ki tudja, ezt erre még várnunk kell erre az eredményre. Ami még érdekes, hogy por a dimorfoszból nem csak ott jött ki, ahol nem csak annak azon az oldalán jött ki a por, ahol a becsapódás történt, de az ellentétes oldalról is felszállt egy porfelhő. Ez azt jelenti, hogy a lökés hullám így keresztül ment a kis holdon, és a por kavics kilökődött a másik oldalról is. Igen, és hát ugye lényegében ebből, ezt mondtam is két hete, hogy ez elképzelhető, ez a Newton bölcsője-szerű effektus, hogy a túloldalon is lerepül valamennyi darab, és persze pont emiatt nehéz, ez ilyenek miatt volt nehéz megbecsülni, hogy tényleg milyen mértékben változik meg a keringési sebesség és a keringési idő. Na most ugye igazából én azt hinném, hogy hogy fénygörbékkel tulajdonképpen azért elég hamar meg lehetne állapítani, én azt hittem. Tehát én igazából csodálkozom, hogy amikor tudom, hogy nagyjából 12 óra volt ugye a kiindulási periódus idő, majdnem pontosan, tehát egy picit kevesebb, mint 12 óra alatt kerülnek. 14 óra 55 perc. Igen, pontosan. Szóval, hogy ehhez képest azért igazából én azt hittem, hogy az következő egy-két nappal később már azért a fénygörbékből elég jól lehet majd látni azt, hogy hogyan módosult a periódus idő, de akkor ezek szerint erről még mindig nincs adat. Nem, és Petr Pravec azt állítja, hogy október végéig lesz eredmény. Jó, oké, október vége az nincs annyira messze. Amúgy egyébként konkrétan én azt néztem, hogyha jól láttam, az északi féltekéről például nem lett volna egyszerű megfigyelni, mert elég alacsonyan volt. Tehát konkrétan az égi egyenlítő környékén volt most ez, ha jól láttam, de lehet, hogy rosszul láttam, hogy hol történt ez a... Mármint innen nézve, hol történt a becsapódás maga. Egyébként arra vannak tervek, hogy de ez nem lehetetlen elvileg. Tehát, hogy arra azért van valamennyi terv, hogy mondjuk itteni csillagászok is figyelik mostantól, vagy igazából ezt inkább átadják a megfelelő, jobb földrajzi szélességen levő kollégáknak ezt a lehetőséget. Innen novemberben és decemberben fogják ezt megfigyelni, no. Úgyhogy akkor lesznek itt már arra jó körülmények. De hát most főleg a déli félteki obszervatóriumokról nézik ilyen remote távoli megfigyelés formájában. És figyelj, és azt én jól mondtam, vagy nem, mert te akkor többet tudsz erről a projektről, aminek keretében a Didymoont, vagy a Dimorphust felfedezték, hogy én azt mondtam két héttel ezelőtt, hogy ezt az Arecibo-i radartávcsővel fedezték föl, de lehet, hogy már egyébként hogy fénygörbékből lehet, hogy felfedezték, és akkor csak lefényképezték. Vagy igen, fénygörbékből, és aztán radarral is nézték, igen. Aha. Hát igen. Na hát kár azért az Arecibo-i jó kis radartávcsőért, na mindegy.
Ez van. Igen, igen, a Ligia Cube-ról valóban beszéltem. Ugye az 3 perccel később ért oda, mint maga az Impact. Ez egy nagyon jó dolog volt, és ahhoz képest engem meglepett, hogy igazából másnap délután láttam csak képet, pedig én azt gondoltam, hogyha elég sokáig fennmaradok éjszaka, akkor még megláthatom akár 1-2 órával, vagy mit tudom én, ha nem is valós időben, de mondjuk 1-2 órával később megláthatom a felvételeket, de ott az valamiért később jött le. Igen, a Ligia Cube az egy kis műhold, az egy CubeSat, úgyhogy onnan az adatátviteli sebesség relatíve lassú. Na igen, ez igazából a nagyjából mondjuk kb. Kétszer akkora, mint nektek a Vezetelusat 2, nem? Tehát ilyen 6 egységes CubeSat talán. Igen, csak sokkal messzebbről küldi az adatot. És akkor azt is a Deep Space Networkön keresztül veszik ilyenkor? Tehát ugyanúgy a NASA-nak? Én szerintem igen. Aha. Szerintem nagyon nagy tányérokkal kell azt venni, hogy... Igen. Ja, hát ez nagyon érdekes. Amúgy tényleg egyébként ez, hogy mennyire repült szét, egyébként ugye gyanús volt, ugye lehetett élőben látni, egyébként nagyjából 1 frame per szekundummal, vagy 1 frame per szekund, egy képkocka per másodperccel jött a kép, ha jól emlékszem, a becsapódáskor. Úgyhogy tényleg fantasztikus volt így kb. Valós időben nézni. Azért ehhez az ember annyira nincs hozzászokva ilyen mélyűri küldetésnél, hogy tényleg így kvázi real time-ban. Persze oké, hogy rádiókésés, mert ugye az egész történet az 10 millió kilométerre történt innen, de hát azért mégis, tehát hogy ilyen nagy időbeli felbontással lehetett nézni a becsapódást, és akkor tök jól lehetett látni, hogy tényleg úgy néz ki ez a kis bolygó felszín, ahogy már korábban hasonló küldetéseknél is lehetett ilyet látni, mint hogyha tényleg ilyen kődaraboknak valamilyen laza konglomerátuma lenne az egész. Igen, nagyon érdekes volt az is, hogy relatíve kevés port lehet látni a felvételeken ezen a holdon. Hogyha összehasonlítjuk mondjuk az Itokavával, amit a japán Hayabusa szonda kutatott. Az Itokavan sokkal több volt az úgynevezett regolita, nagyon finom por. A Dimorphos az nagyon kavicsos volt, a Dimorphos felülete, és ez lehet amiatt, mert a Dimorphos nagyon kicsi. Uh-huh. És a por egy akármilyen közepesen nagy becsapódás után elszáll a felszínről. Míg az Itokava az egy valamivel nagyobb aszteroida. De ez csak az én spekuláció. Jó, de hát ez teljesen logikusan hangzik egyébként nekem. Egyébként az is érdekes, hogy hasonlóan szabdalt felszínt, bár teljesen más anyagból van természetesen, de hasonló karakterű felszínt én a üstökös magon láttam, nem? Tehát, hogy amikor megnézzük a képeket, amiket a Rosetta csinált annak idején a Churyum of Gerasimenko üstökös magról, akkor ott látok ilyen nagyon vad, éles kövekből összerakott kőkupacot tulajdonképpen, ami ez, és hát tényleg, ugye az a tény, hogy a túloldalán is lerepült az anyag, meg hogy ilyen ekkora nagy felhő keletkezett, ez tényleg azt mutatja, hogy igazából itt nyilván az a sztori, hogy lehet, hogy ez egy, hát most ez csak spekuláció szerintem, lehet, hogy nem is igaz, de én valahogy azt gondolom, hogy ugye volt ez a központi kisbolygó, ez a Didymos, és akkor annak neki csapódott valami, az ugye kivert egy csomó port, kb. Úgy, mint amit most csináltak az emberek, igen. És akkor idővel abból úgy összeállt valami, egy kis anyagcsomóvá, és ugye ez lett ez a Didymoon, vagy Dimorphos, de hát mivel, hogy az egésznek icipici a gravitációja, tehát az egész egy ugye, hát azt mondtam múltkor, hogy Gellért-hegy méretű, de igazából ezzel is túlbecsültem, tehát ez egy 170 méter átmérőjű kupac tulajdonképpen. Hát annak ugye a gravitációja az teljesen jelentéktelen, és már pedig azt tartja egybe ezt az egészet, tehát nem is tudott úgy nagyon összenyomódni. Most ehhez képest, hogy az azért lényegesen nagyobb, az nem tudom, már nem emlékszem, múltkor mondtam, valami 700-800 méter átmérőjű a fő kis bolygó, ha jól emlékszem, a Didymos, hogy az viszont engem meglepett, hogy ahhoz képest, hogy az is milyen pici, ahhoz képest az majdnem szabályos alakú.
Tehát, hogy az nem egy teljesen elcseszett kis krumpli alakú valami, hanem egy egészen gömbszerű a központi kis bolygó, ugye? Szóval ez érdekes volt számomra ez is, hogy ezt látni a képeken. Bár mondjuk ez már ugye a radarképekről is lehetett sejteni. És akkor mi lesz a további történet? Most egyáltalán a Licia Cube-ról mit tudsz, hogy az még működik-e, vagy mik vele a tervek? Mert az olaszok még olyan optimista dolgokat is mondtak még régen, hogy még az is lehet, hogy az a kis, én azt mondtam, hogy cipős doboz nagyságú, úgyhogy az kb. Stimmel is, hogy ez a kis cipős doboz nagyságú kis kísérő hold, ez lehet, hogy még más kis bolygókat is útba ejt. Most ilyen tervekről te hallottál valamit? Mert én amúgy azóta nem sokat, de még régen emlékszem, hogy volt erről szó. Nem, én nem hallottam erről semmit, és szerintem ez nagyon valószínűtlen. Aha, igen. Jó, nagyobb. Hát a tervek azok, hogy a felvételeket, amelyeket készített, azokat mind elküldje. Aha, ja, hogy az még mindig nem történt meg. Aha, igen. Igen, szerintem még a felvételek mindig érkeznek. Igen, azt láttam, hogy egyébként a két kameráját annak úgy hívták, hogy Luke és Leia, csak azt nem mertem megnézni, hogy az is valami rövidítése. Gondoltam, hogy biztos azok is valami idióta betűszavakból vannak összerakva, de az nem esett le, hogy az egész űrszondának a neve az, hogy Darth. Tehát az tulajdonképpen lehet a papára egy utalás, hogy az a Darth Vader, érted? És akkor, de ez nem esett le, csak most így utólag. Vagy lehet, nem, azt hiszem, hogy a Space Junkiesok közvetítések közben volt valami utalás erre a kommentbe, hogy igen, hogy de, és akkor tényleg így összeáll a kép, hogy kijön a Darth űrszondából ez a kis gyermek, kis Licia Cube, aminek van két kamerája, a Luke és a Leia. De hát egyébként elképesztő ez a célzási pontosság, tehát hogy az, hogy besikerült célozni egy ilyen 160-170 méter átmérőjű valamit, amihez képest 6 kilométer per másodperccel repült ez a dolog, hát ez szerintem egészen elképesztő. Igen. Na, és mi lesz a következő? Na, ja, mond. Még ezt akartam csak mondani, hogy két év múlva, 2024 októberében indul a Hera űrszonda, amely egy európai misszió, és részletekben fogja kutatni a Dimorphoszt, fogja kutatni, hogy ennek az impactnak mi történt. De figyelj, ez nem veszélyes? Tehát ők pályára akarnak ott állni körülötte? Igen. Igen. De most ugye már tudjuk, hogy tele van szizével, törmelékkel az egész rendszer. Tehát nem féltik azt az űrszondát, hogy a most felkavart rengeteg kődarab az neki megy? Vagy így hogy lesz ez? Hát én azt gondolnám, hogy a most felkavart porszemcsék és apró kődarabok, azok addigra eléggé szétszállnak ahhoz, hogy ma nem fognak veszélyt jelenteni. Aha, jó, hát majd meglátjuk. Na és ott, oké, erről a Héráról mesélj még, ha tudsz valamit. Én tényleg csak ennyit említettem múltkor, hogy ilyen lesz. De akkor, ha már két év múlva indul, akkor ez már tényleg lesz, tehát ez nem az, hogy valami terv, vagy ilyesmi, hanem akkor ez az űrszonda már így épül, vagy majdnem kész. Igen, igen, és két CubeSatja is lesz, két év múlva indul, és 2026 decemberében fog megérkezni. És ez tulajdonképpen egy ilyen technológiai kísérlet, amelynek a fő célja az autonómus navigáció az aszteroida körül. Uh-huh. És tehát ott fog keringeni, és fogja a Didymost és Dimorphoszt részletesen kutatni. Tehát ez óriási. Most egyébként persze arra gondolok, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha ő már előre ott van. És akkor az egész történet. És én úgy tudom, hogy ez volt az eredeti terv. Aha. De űrprojektek, ahogy tudjuk, késni szoktak. Ja, hát igen, persze ezt ismerjük. Még szerencse, hogy ez nem az oroszokkal lett leboltolva. Igen. Mint az ExoMars programja az ESA-nak, ami ugye úgy kezdődött, hogy amikor az év elején itt összegyűltünk ketten itt a Szokolébresztőben virtuálisan, és megbeszéltük, hogy idén mik lesznek az űrben, akkor nagy-nagy örömmel mondtuk, hogy hát idén csak elindul a nagy európai orosz Mars szonda,
életet keresni a vörös bolygón, de hát ugye egyértelmű, hogy ez nem így lesz, ismert okok miatt. Na de az egy jó dolog, hogy ez a héra ez elmegy oda. Na igen, egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy mit lehet erről tudni, és hogy ilyen kisbolygó eltérítés ügyileg vajon terveznek-e olyat, hogy mondjuk ilyen DART típusú jellegű űrszondák akkor mostantól folyamatosan készenlétben fognak állni, hogyha be kell őket vetni, akkor így kb. Gyors reagálású egységként oda lehessen őket küldeni egy potenciálisan veszélyes kisbolygóhoz, vagy most attól ilyen szempontból mi lesz az egésznek a folytatása? Hát ez lenne logikus, uh-huh. ugye, hogy... Igen. De szerintem nincsenek DART típusú szondák. Igen, én is attól tartok. Sehol készenlétben. Uh-huh. Viszont azt oda máig eljutottunk, hogy relatíve gyorsan lehet elindítani egy rakétát egy-két hónapos előkészület elég ahhoz, hogy egy váratlan űrmissziót is indítsunk a SpaceX Falcon 9-ével. Igen. Úgyhogy ez a része a rendszernek megvan. Most egy ilyen autonóman navigáló DART típusú műholdból is kellene, hogy mindig legyen igen, egy pár elkészítve, és akkor eljuthatnánk oda, hogy egy valódi föld ez védelmi rendszer. Védelmi rendszer, igen. Hát, földvédelmi rendszer lenne, igen. Hát igen. Na most ugye azt persze hozzá kell tenni, ezt hangsúlyozzuk azért, hogy ezek ilyen milliméter per másodperc nagyságrendű sebesség különbség elérésére alkalmasak voltak, konkrétan ebben az esetben, amikor ugye az van, hogy egy ilyen, úgy emlékszem, hogy pont ebből a mérésből fog kijönni pontosan, hogy mennyi a tömeg, mert azt se lehet pontosan tudni, nyilván, de hogy egy nagyjából 5 millió tonnásra becsülték ezt a kis Didymoont, ugye ennek neki ment a fél tonnás űrszonda, belecsapódott 6 km per másodperc relatív sebességgel, és akkor ebből ugye meg lehet tippelni az impulzus megmaradásból, ami persze nem ilyen értem, nem ilyen egyszerű, mert ugye beszéltük, hogy mennyi minden lerepült arról a cuccról, tehát közben változott a tömege is. De a lényeg az, hogy ebből bizony kijön, hogy hát azért hiába nagy a becsapódási sebesség, de azért ez mégiscsak egy fél tonnányi impaktor volt, tehát ezzel így, ilyen módon ugye nagyon pici sebességkülönbséget lehet elérni, tehát ez akkor lenne egy jó aszteroida elhárító rendszer, hogyha még időben, tehát tényleg mondjuk évekkel vagy évtizedekkel előtte fölfedeznék, hogy baj van. Igen, de itt pont arról van szó, hogy nincs szükség egy nagy pályakitérítésre, hogyha elég hamar megtörténik a pályakitérítés. Elég hamar azelőtt, ahogy ez az objektum valóban keresztezné a pályáján a Földet. Igen, most az ilyen katasztrofa filmekben, mint az Armageddon, ugye ott mindig az van, hogy hát igen, csak hogy a potenciális veszélyt jelentő aszteroidát azokban a filmekben mindig, vagy akár a tavalyi film, ugye a Don't Look Up, ugye az is biztos láttad. Szóval az, hogy ebben az van, hogy későn fedezik föl. Most láttad? Szóval az, hogy ebben az van, hogy későn fedezik föl. Tehát, hogy az van, hogy nem akkor, hogy évtizedekkel előtte, hanem mondjuk hónapokkal, vagy egy fél évvel előtte, vagy egy évvel előtte fedezik föl. És akkor... Igen, és aztán ezekben a filmekben mindig fölrobbantják darabokra az aszteroidát. Itt különben Petr Pravec egyszer azt beszélte nekünk, hogy itt attól féltek,
hogy magát a dimorfoszt szintén darabokra fogják lőni, úgyhogy úgy próbálták ennek a űrszondának a tömegét is beállítani, hogy ez ne történjen meg, hogy valóban csak egy kicsit kitérítsék a pályáját, de hogy véletlenül se történjen meg az, hogy az darabokra esik, mivel hogy ez ahogy már említetted, ez egy angol úgy mondják, hogy rubble pile aszteroid, tehát egy kövek konglomerátuma. Aha, igen, nekem is ilyen sóderkupac, vagy mi ez. Igen. Úgyhogy, igen, hát jó, hát igen, de ez ugye kell valamit feltételezni arról, hogy ez mi. Most tényleg ezt a apró pici gravitációja tartja egybe, szóval igazából én még így se csodálkoztam volna, hogyha szétment volna az egész, és akkor keletkezett volna egy gyűrű. Igen. Ugye? Egy gyűrű a Didymos körül. Szét lett volna. Igen. Na igen. Na erről persze eszembe jutott Pál Andris, akik egyszer ugye felfedeztek egy gyűrűs Kuiper objektumot, és arról meg eszembe jutott, hogy mi a helyzet a ti projektjeitekkel, mert hogy persze, eddig most nagyon jól elbeszélgettünk arról, hogy a NASA meg az ESA miket csinál és mit fog csinálni, de hát ha már itt vagy, akkor nem tudom nem megkérdezni, hogy a ti kis műholdas projektjeitek hogyan állnak. Ugye a kedves hallgatók, amikről eddig tudnak, ugye az egyrészt a GRB Alpha, amiről annak idején sokat beszéltünk, ami a Szokolébresztő hivatalos kedvenc műholdja, ami ugye tavaly márciusban ment föl. Aztán utána ugye van a Vezetelusat 2, amiről tudunk, meg ugye múltkor ugye beszélgettünk veled arról, hogy egy UV távcsövet is terveztek. Az mondjuk talán egy nagyobb falat, de az egy nagyobb méretűnek tűnt, de az is ilyen kisebb méretű műhold, de hát nem annyira pici. Szóval ezekről tudok én, de hát hogy azt se tudom, hogy ezekkel mi a helyzet az elmúlt néhány hónapban, meg lehet, hogy azóta már újabb terveitek is vannak. Szóval erről egy kicsit szabad kérdezni téged? Igen, és itt vannak nagyon jó hírek. Na. Mert Pál Andris csinált egy nagyon sikeres szoftver update-et a nyár folyamán a GRB Alpha-n, és így a GRB Alpha sokkal több időt tud megfigyeléssel tölteni, sokkal több adatot tud most elrakni a fedélzeten, és a GRB Alpha még azt is tudja, hogy adatot nem csak a piszkés tetői földi állomásra küld, de földszerte, ahol vannak olyan földi állomások, amelyek venni tudják, oda mindenhova szórja az adatot. És így csak augusztus-szeptember környékén egy hónap leforgása alatt a GRB Alpha 67 új GRB-t detektált. Ez több, mint az egész azelőtti idő folyamán. Tehát a GRB Alpha egy még jobb műhold lett azután, ahogy Pál Andris szoftver update-et hajtott rajta végre. Na, hát ez csodálatos. És most jelenleg hol tart a számláló? Hány gamma kitörést észleltetek az elmúlt, most már mondhatjuk, hogy másfél évben? Kb. Most van a másfél éves, sőt már meghaladta a másfél évet, hogy fent van igen, a kicsike. Igen. Úgyhogy az is önmagában csodálatos, hogy működik. Azért igen. Ezt is tegyük hozzá. Több mint egy tucatnyi GRB, és plusz még egy pár napkitörést is észlelt. Ugyanis vannak napkitörések, amelyek szintén egy ilyen kemény röntgen burstet csinálnak, amely fénygörbéje nem különbözik túlságosan egy gamma felvillanástól. Tehát ez a GRB Alpha,
A VZT-Lussat 2 most körülbelül azt hiszem, hogy ilyen 7 GRB detektált máig, de a VZT-Lussat 2-vel az a helyzet, hogy ott mi egy másodlagos kísérlet vagyunk. Tehát ott a GRB detektor, csak ez nagyon kevésszer van most bekapcsolva. Ott a primáris kísérlet egy kamera, amely a Földet fényképezi. És egy ilyen vicces történet, a VZLU e héten csütörtökön egy új épületet fog nyitni Prága mellett. És erre épület megnyitóra egy nagy bulit szerveznek, és nagyon szeretnék, hogy ezen a bulin megmutassanak egy fényképet Csehországról, az űrből, a VZLUSZAT 2-ről. Úgyhogy a VZLUSZAT 2 csapat most mindent próbál megtenni annak érdekében, hogy sikerüljön addigra lefényképezni Csehországot az űrből. Tehát amikor ezzel meglesznek, úgyhogy már megnyílik az új épület, utána sokkal több időt kapunk mi is a VZLUSZAT 2-n, és a detektorunk általában be lesz kapcsolva, és így még több GRB-t fogunk észlelni. Hát ez elég jól hangzik. Na, a kérdés még az, hogy mi a helyzet az UV-távcsöves tervvel? Az most csak... nem tudom, emlékszik-e még a kedves hallgatóság, de amikor legutóbb beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy egy ilyen tervezésében vesztek részt, egy ilyen gyors reagálású UV, ha jól emlékszem, ugye ez volt? Igen, igen, jó, igen. Mi is volt, annak is nagyon jó neve volt. Valami madár. Igen, így van, igen. A kuvik. Na, azzal mi van? Kvével. Igen, igen. Hát a kuvik projektben most fejeztük be az úgynevezett Phase Zero, a nulladik fázisú tanulmányt. Ezt szeptember 15-én küldtük be az ESA-ba. Az ESA küldött egy pár ilyen kommentet, megjegyzést, amit egy telekonferencia folyamán tisztáztunk, és így átkerültünk most az A fázisba. És ez az A-fázisú tervezési tanulmány fog folyni az év végéig, és ezután kerülünk a úgynevezett B1 fázisba, ami jövő év május végéig fog tartani, és ezután fog eldőlni, hogy ezt a műholdat megépíthetjük, vagy nem. Uh-huh. De ez a nulladik fázis nagyon jól sikerült, az ESA-nak nagyon tetszett, amit csináltunk, úgyhogy ebben reménykedünk, hogy továbbra is a munka jól fog menni, és hogy egy év múlva megkapjuk az engedélyt arra, hogy ez a misszió valóban megépüljön. Ha megépül, akkor 2027-ben fog indulni, és egy ilyen 90-100 kilogrammos műholdról lesz szó. A hallgatók úgy képzelhetik el, hogy egy 30 cm átmérőjű távcső, képzeljenek el egy amatőr távcsövet, aminek az átmérője a tubusza ilyen 30 cm, az egész tubusz 1 méter hosszú, és ez a tubusz körül vannak a műhold alrendszerei, és a tetején vannak a napelem táblák. Tehát egy ilyen 1 méter hosszú a rendszerekkel együtt 50 centiméter, fél méter széles doboz, amiben egy ilyen távcső tubusz van. Hát, na jó, hát reméljük, hogy a legjobbakat, de hát azért ezek szerint az ESA-nak tetszik, akkor azért itt nem ez baj. Amiről igen, szintén... ez a projekt, ez úgy működik, hogy ezt a Csehországtól jön a pénz, viszont az ESA-n keresztül, tehát az ESA határozza el, hogy a projekt jó-e, vagy nem jó. Tehát az ESA-n keresztül jön a pénz Csehországból. Aha, igen.
Igen, igen, ezt annak idején is megbeszéltük. Na még annyi, hogy az ilyen pályázat rovathoz én is, már arról is volt egyszer egy szokolébresztő, hogy van az én kis űrkísérletem, amit a kollégáimmal adtunk be, ami arról szól, hogy modellezzük egy ilyen, szintén egy ESA projekt, egy űrbe felrepülő ilyen szuborbitális repülésen egy rakétán azt, hogy Szaturnusz légkörében hogy alakul ki ez a rejtélyes hatszög alakú örvény. Na arról is elhalasztották még a döntést, tehát az volt a szöveg, hogy majd szeptemberben lehet tudni, hogy kiválasztották-e a repülésre a kísérletünket, de hát most nyilván az ÉZÁ-t is valamennyire összezavarta, gondolom a költségvetési szempontból az a sok minden, ami történik most a világban, úgyhogy emiatt ők például ennek a kísérletnek az eredmény hirdetését, hogy például az enyémet, meg a többit, amit erre a tervre beadtak, azt vajon támogatandónak találják-e, azt majd így október közepén és végén fogják eldönteni, de most már és ebben a hónapban. Rá menne ez a kísérlet, vagy? Nem, az egy olyan ilyen szuborbitális rakéta. Tehát, hogy ez olyan, hogy az felmenne Kirunából, Svédországból, és egy 7 másodperces súlytalansági szakasz van, és utána lepottyan. Tehát, hogy felmegy 260 kilométer magasra, tehát jól fölmegy az űrbe, csak aztán nem áll pályára, hanem visszajön ejtőernyővel, és ott valahol lapföldön összeszedik az erdőben, és akkor utána ki lehet értékelni a kísérletet. Na de erről már volt egy szokolébresztő, úgyhogy majd ezekről... Olyasmi, de New Shepard. Igen, olyasmi, csak hogy ugye itt ez egy kisebb egy lyukkal, ezt úgy hívják, hogy Suborbital Express. Ez egy európai vállalkozás, és ugye ebben nem lehet beletenni turistákat, meg William Shatnert, meg ilyeneket. Ja, amúgy azt láttad, hogy ha már szóba hoztad a New Shepardot, hogy ott volt egy kis gigszer. Na, igen, erről beszélj egy kicsit, légy erről. Hát ez amikor szeptember közepén volt a New Shepard, ahogy a hallgatók bizonyára tudják, turistákat is szokott hordani az űrbe. Eddig azt hiszem, hogy 6 olyan repülés volt, ahol turistákat vittek. 2-nél 4-et, és 4-nél 6-ot egyszerre. Ezek a turisták, mert nem keveset fizetnek ezért a nagyon rövid repülésért. Úgy hallottam, hogy $2 millió. Igen, és sokkal több, mint az ilyen 200 ezer, amit annak idején a Virgin reklámozott. No, de szóval most volt egy olyan repülés, ahol nem turisták mentek, hanem kísérletek. Úgyhogy nem volt ember az űrhajón, és ezek a kísérletek, ezek mindenféle privát cégektől voltak, és körülbelül 60 másodperccel az indulás után az első fokozatban valami probléma történt. Így lehetett látni, hogy így kitért a pályájáról, megváltozott a tűznek, vagyis a lángnak a színe, és körülbelül 5 másodperccel azután, ahogy az anomália történt, levált a felső egység, ahol a turisták is szoktak ülni, és most, ahol a kísérletek voltak, az levált. Ez az egész ilyen 10 kilométer magasan történt, és szépen ejtőernyőn biztonságosan leszállt, míg maga a booster, maga a rakéta valahol Texasban becsapódott és elpusztult. Tehát ez volt a 20-valahányadik vagy repülése ennek a New Shepardnak, és ez volt az első olyan repülés, ahol valójában egy ilyen anomália történt. A jó hír az, hogy maga ez a kabin leválás, ez mind nagyon jól működött, úgyhogy ha űrhajósok lettek volna ott, akkor biztonságosan földet érnek, nem esik bajuk. Viszont átéltek volna 15G gyorsulást abban a pillanatban, amikor a kabin leválik a rakétáról, és a 15G gyorsulás nem lett volna kellemes. Lehet, hogy az a 90 éves William Shatnernek az például nem esett volna annyira jól. Tehát, hogy például az orvosi alkalmasságin ezeket így megcsinálják. Tehát, hogy
ez azért felvet kérdéseket. Tehát tényleg azért igen. mondom ezt, mert tényleg ez volt az a az életkor rekorder emberek ezzel az eszközzel mentek föl, ugye? Igen. Először igen. Az a hölgy, akinek természetesen a Wall-E, hogy mondják, na mindegy, nem jut eszembe, borzasztó. Na a lényeg az, hogy először az első repülésen ott volt egy Wall-E Funk volt, ugye? Wall-E Funk, akit annak idején idézőjelesen Mercury 13-nak nevezett női orvosi kísérletben részt vett még a 60-as években, amikor még voltak olyan emberek, akik azon pörögtek, hogy Amerikának kéne embereket küldeni, és hölgyeket az űrbe, nőket, csak aztán eznek a női űrhajós csoportnak az ötletét a Kennedy kormányzat úgy elég gyorsan lesöpörte az asztalról, de aztán cserébe ugye 90 vagyis 86 éves korában fölment ez a hölgy, Wall-E Funk, tavaly, az első repülésen szerintem, és akkor utána most meg volt a William Shatner, aki ugye a Star Trek eredeti sorozatból a Kirk kapitányt játszó színész, és hát szóval igen, ez az az űreszköz, amin ilyen emberek szoktak utazni. Most a 15G azért az mégiscsak sok. Tehát, hogy... Igen. Na ja, ilyenkor amúgy visszakapják a $2 millió? Nem lehet tudni. Hát itt nem voltak. Tudom, hogy itt nem voltak, igen, csak abban a hipotetikus igen, esetben. Még ez éven kétszer kellett volna repülniük űrhajósokkal, gondolom ezek a repülések nem fognak megvalósulni. Most egy vizsgálat fog kezdődni, amit az FAA fog végezni. Akkor ez nem lesz rövid, az a vizsgálat. Igen, igen, és akkor gondolom ezután lesz még egy repülés megint űrhajósok nélkül, uh-huh. mert gondolom lesznek ottan módosítások, amelyeket muszáj lesz végrehajtani. Még azt elfelejtettem mondani, hogy az egész baleset pont a Max Q-nál történt, úgyhogy abban a pillanatban, amikor magát az űreszközt a legnagyobb erők érik a start után. Igen, tehát a legnagyobb dinamikai igen. nyomás. Igen. igen. Na, kedves hallgatók, bekapcsoltam persze közben a telefont, csak ezt nem mondtam, de egyébként van adástelefonszámunk, ami a szokásos Tilos Rádió stúdiós telefonszám 215-37-73. Ha bárkinek megjegyzése vagy kérdése van, az ne habozzon, és tárcsázza, vagy pötyögje be ezeket a számokat. És egyébként most, ha már így kizökkentem az űrkutatási traktátusból, akkor azért mondok egy kis közérdekű információt. Egyrészt persze az, hogy most is, mint mindig, ugye a Szokolébresztő adásai visszahallgathatók a sokolébresztő.hu-n keresztül, ami a Parallaxis univerzumunk, így hívjuk ezt a kis média, mini média birodalmat, amin belül podcastokat, meg ilyen dolgokat is csinálunk, így lelkesen néhányan. Ugye van a Parallaxis podcast, de akkor a Szokolébresztő adások is elérhetők, és már a YouTube-on is elérhetők, meg iTunes, meg Spotify, mindenféle felületen lehet Szokolébresztőket visszanézni, például ezt, vagy visszahallgatni, ezt a mait az ott majd csütörtöktől, és mindig az a jó, hogy a szokolébresztő.hu mindig van hozzá kísérő cikk, amit én írok a két kezemmel, és akkor abból jó, néha érdekes plusz információkat is meg lehet tudni, mindig az adást követő csütörtökön, és aztán további kulturális programajánló egyébként a vasárnapra, október 9-ére, hogy a 2-vel ezelőtti vendégem, Rezsabek Nándor, akit ma is emlegettem itt, ugye, aki meteoritikával is foglalkozik, na hát ő neki lesz a MOM sportban, az Ásvány bőrzén egy könyv bemutatója, október 9-én vasárnap 2 órától. Most az Ásvány bőrze az eleve érdekes, ugye ez a 12. kerület Csörsz utcában van, ott a MOM park mellett, MOM sport, na most ugye az, ott minden, például meteoritokat is lehet vásárolni, meg mindenféle érdekeset, tehát aki szereti az ilyesmit, az menjen oda, és akkor 2-től lesz az, hogy a Nándinak a könyve kerül bemutatásra, ott még én is okoskodni fogok valamit 7 percig, és meg egyébként is jó pofa lesz, ez a Fél évszázados kalandozások című könyv, aminek az apropóját, amit a neve is mutatja, az adja, hogy a Nándi idén töltötte be az 50. évét. Na,
Úgyhogy ez egy ilyen hétvégi programka, és hát persze, igen, a tilos, természetesen a tilos archívumában is vissza lehet hallgatni a szokolébresztét, amint az persze magától értetődő. Na most azóta viszont nem jött telefonhívás, úgyhogy még kihasználom az alkalmat, Norbi, hogyha még itt vagy, akkor ilyen további űrhíreket kommentáljunk még, létszi. Például ma már emlegettük a Hubble űrtávcsövet, mégpedig annak kapcsán, hogy ő is megfigyelte ezt a becsapódást. Viszont azt meg teljesen megrökönyödötten olvastam, hogy van olyan felvetés, hogy a Hubble űrtávcsőnek a pályáját megemelné önként a SpaceX. Tehát, hogy oda mennének egy Dragon űrhajóval, hozzákapcsolódnának a Hubble űrtávcsőhöz, hogy ugye tovább növeljék az élettartamát, hiszen ugye eddig az ő pályáját régebben a Space Shuttle-ök emelgették meg, meg ők persze szereltek is rajta mindenfélét, hát most szerelésről nincs szó, ha jól tudom, de pálya emelés az elméletileg nem kizárt, hogy oda megy, oda kapcsolódik egy Dragon űrhajó, és megemelni a Hubble űrtávcső pályáját, megnövelve ezzel az, ennek a rendkívül értékes űreszköznek az élettartamát. Most erről mit tudsz, ez mennyire komoly, hogy mit gondolsz erről? Hát ez egy tanulmány. Aha, itt nem kell túl komolyan venni? Itt egyelőre csak egy tanulmányról van szó, amelyére NASA nem fizet semmit, és ezt a tanulmányt a SpaceX a Polaris programon belül végezni. Ez a Polaris program, ilyen privát űrepülések programja, amelyet Jared, hogy hívják? Szóval ez valami pénzember adja rá a pénzt a SpaceX-nek? Tehát, hogy... Igen, ugyanaz az ember, aki csinálta ezt az űrepülést, ahol... Ja, értem, ahol felvitték azt a nővért, aki kigyógyult a rákból gyerekkorában. Igen. És ahol egy kupolán keresztül nézték a Földet. Ők terveznek még egy űrepülést ez év végén, ahol első privát ilyen kilépés a térbe lesz, EVA, Extra Vehicular Activity. Először lesz olyan, hogy privát űrhajós fog kilépni a űrkabinból, és fog egy űrsétát végezni. Ez lesz a Polaris 1-es repülés, és terveznek még több ilyen Polaris repülést, és ez a tanulmány arról szól, hogy egy ilyen Polaris privát űrrepülésnél hogy megemelnék a Hubble űrtávcső pályáját a mostani 570 kilométerről magasabbra, és így megnövelnék az életét. Ez arról van, hogy meg tudja a NASA is, és a SpaceX is, hogy egy ilyen projekt mivel járna technológiailag, mennyire megcsinálható. És hogyha az jön ki ebből a tanulmányból, hogy ezt valójában meg lehet csinálni, akkor nem kizárt, hogy ez meg is történhet. De tehát a NASA hozzájárulna? Oké, hogy első közelítésben jól járnának vele, de mondjuk azért veszélyt is jelenthet a Hubble-re például egy ilyen akció. Hát a tanulmányra igent mondtak. Ez azt jelenti, hogy a NASA együtt fog működni abban, hogy minden információt meg fog adni a SpaceX-nek. Uh-huh. Amúgy Isaacman-nek hívják a csávót. Jared Isaacman. És akit meg emlegettem, ugye négyen mentek föl ezen az emlegetett kupolás Inspiration 4 küldetésen, az meg a 30 éves lány, akit emlegettem, aki ott volt a fedélzeten, az meg a Hayley Arsenault. Vagy ilyen franciás neve van, de igen, szóval Arceneaux, ugye, majd akkor a Fabian megmondja nekünk, hogy kell őt kiejteni, de egyébként egy amerikai, tehát lehet, hogy ő tökre nem úgy mondja a nevét, ahogy a francia eredete ezt sugallja. Én Arsenault-nak mondanám magamtól. Na, igen, meg még két másik ember is ott volt, de ők is rendkívüli emberek, például Dr. Proctor. Na, oké. Okay.
De hogyha már a Hubble űrtávcsőről beszélünk, nem tudom, hogy az előző adásokban mennyire beszéltetek a James Webb űrtávcső eredményeiről. Van egy pár gyönyörű felvétel, amit készített. Igen, ilyenkor az őrsöt szoktuk néha működésbe hozni, de hát őrsöt. Nem, egyszer megkérdeztem, hogy ő hogy rak tárgyragot a nevére, aztán azt mondta, hogy őrsöt. Jó, tehát Detre őrsöt magát szoktuk behívni, aki a Miri csapatban ugye egy fontos európai főfejlesztő. És most azt mondta, hogy egyébként nem olyan rég mondta, hogy hát most ő nagyon nem ér rá, mert hogy hát történtek kisebb, amik most már nyilvánosak is, tehát hogy volt ugye a Mirivel egy kis, vagyis konkrétan ott egy mechanikai arrendszerrel volt valami zűr. Igen. Azt nem tudom, hogy most ez hol tart ez a projekt, ugye, mert mindig ő azt mondja, hogy most van valami, de nem beszélhet róla, és akkor aztán ugye egy-két héttel később olvasom a James Webb blogján, a NASA hivatalos blogon, hogy mi van. Szóval most úgy tűnik, hogy eléggé elfoglaltak. De ennek ellenére látta, igen, gyönyörű tudományos felvételek vannak. Egyébként igen, meg egyébként is, ugye több magyar pályázó is van, például Szalai Tamásék Szegedről, vagy persze természetesen itt is a Csillagászati Kutató, vagyis a Csillagászati Intézetben, a Konkolyban, szintén ugye sok, Ábrahám Péterik például sok pályázat van, ami magyar érdekeltséget is mutat, úgyhogy biztosan lesz erről egy tematikus adás. Én titokban azt vártam, hogy még kibekkelem addig, amíg egy földtípusú bolygóról, mondjuk, ne adj Isten, mondjuk a Proxima Centauri B-ről készül egy jó felbontású légköri spektrum, hogy megmondjuk, hogy például lakik-e ott valaki. De ugye ilyet még egyelőre én nem láttam. Na, de hát pedig az érdekes lesz. Hát számomra az a legérdekesebb, hogy mennyi galaxist lát a James Webb nagyon-nagyon távol, nagyon hamar az ősrobbanás után. Úgyhogy ezek az első eredmények nagyon azt mutatják, hogy a galaxisok gyorsabban keletkeztek, mint vártuk. És ezek nagyon-nagyon érdekes eredmények. No most, de ez baj? Tehát ez a kozmológiai modellnek mennyire mond ellent, ugye? Vagy ez, tehát ez mennyire illik bele a képbe? Hát kérdeztem egy ilyen nyári konferencián ilyen galaxis fejlődő szimulátorokat. Pont ezt kérdeztem, hogy ez mennyire baj, és ők azt mondták, hogy annyi, hogy mondják ezt magyarul, there are so many knobs that one can turn. Ja, értem. Annyi potmétert lehet csavargatni az ilyen modellekben. Igen, annyi csavargatni való van a modellekben, igen, hogy még belefér. Aha. De így számomra nagyon meglepő volt, hogy a James Webb sokkal több galaxist lát nagy távolságokban, mint így vártuk volna. És szerintem eddig ez a James Webb legérdekesebb eredménye. Na jó, oké, hát erre mindenképp visszatérünk, és akkor majd csinálunk olyan adást is, hogy bekapcsoljuk őrsöt is, meg téged is, majd csinálunk egy James Webb tematikus adást, de hát azért majd egyszer majd csak felmegy az SLS is, csak most épp a hurikán szólt közbe. Szóval azért lesznek még tartogat még érdekes űreseményeket az utolsó negyed év is 2022-ben, úgyhogy mindenképp lesz miről beszélgetni, viszont nem a mai adásban, mert az 20 másodperc múlva véget ér, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm, Norbi, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen még egyszer a bejelentkezést, meg a rendkívül érdekes infókat és sztorikat, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Úgyhogy igen, további jó napot, szép napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.